Dombalat, te legyél belül, az Oli kívül. A Dombalat, bemegyünk, Ügető kiáratig elmegyünk. Ott trappoltok egy picikét, csak egy 50 métert. Így van, megállunk egy picikét. Elindultok, Überkét, kanyar közepén, jó Über, egyenesbe megrázni őket, Zoli, kísérd a szürkét. Érted, mit mondok? A kanca még ráér, kíváncsi vagyok a szürkére, hogy fussunk vele, vagy ne fussunk. Tehát szépen segíted a szürkét, tolod őt egy nyakkal, vagy ha el tud menni jobban, akkor menjen el, a Champs-Élysées-t ne bánst. Tehát azért mondom, több variációt mondok. Ha jól elmegy, akkor menjen. Tehát őt azért nem kell gyilkolni, hogy utolérje. Ha meg jobban megy, mint a szüri, akkor szépen tolom fel a szürit, azt segítem. Na jó. Na, nagyon szép helyen vagyunk, árva lányhajak. Persze. Na, lejövök ide. Ritkán jövök ide le, tehát a téli pályán vagyok. Sok mindent nem látni, de hát azért mégis többet látok, mint ott a kanyar, amikor főtartanak. Úgyhogy kész, veszem most ezt a akármit. Na, milyen esőzések voltak. Már benne a telepen locsolás van, így van, és a pálya már majdnem, hogy porzik. De ilyen a talaj. Na, itt van egy kis dombocskánk fölfele, jó a pálya, nem baj, ha mi. Alablovak is a izébe öntek szahalába, ott is mély volt. Jó meleg lett most. Na, tehát érkezik Champs-Élysées és Fate Flower, aztán majd jön Magical Thinking Summer Beverly, aztán majd egyedül Honesty. Jó. Jövögetnek. Hát én azt mondom, hogy maradunk most már a télin az összese. Még mindig jobbnak találom, mint a izét. Igen, itt jobban elfárad a ló. Akkor majd a köve... Tehát itt nem ebben a melóval van itt a érdekesség, hanem arra, hogy többet kivesz, mint a téli, vagyis mint a nyári, viszont akkor úgy csinálom a következőket, melyiket hogy viseli meg. Most nem azt mondom, hogy annyira, hogy összeesik egy ló, vagy ilyen hülyeséget, csak azért ez fogós. Ott meg repülnek. Hú, de repül, jön a verseny, aztán nyek, sehol nincsen. Na, ebből elegem van. Jaj, le is ülök ide. Na. Jó van. Ez kis Champs-Élysées ciluka érkezik, elkíséri a Fate Flowert. Elmondtam előbb, hogy mit csináljanak, aztán jön a másik valami, megint jön valami. Hát nyomjuk, valamit akartam még mondani. Igen, csak téli pálya, az a másik nekem, az olyan, olyan mű. A mű, a talaj, mű, minden, nem tudom. Nem tudom. Annyira nem vagyok odaérte. Ez meg mindig mondják, túl mély, akkor az ember így gondolkodik is, ugye, hogy ugye, mert ez ezt mondja, az azt mondja, hát magadra hallgass legjobban. De mindegy, ezt tartom, azt az állításomat. Na, az gyorsan ki is megyek innen. Nem a milyen jön, hanem valaki más. Meg leültem ide a pályába. Nem tudom. Tehát azt se szeretem, amikor ilyen tök lazánottan elgaloppoznak a szintetikuson. Hú, de repül. Hogy megy? Mindegy, ebbe a szakmába ezt hozzáteszem. Bárki hallgatja, szép lehet, de okos nem. Tehát gondolkodhatsz, egyebek. Tehát nem azt, hogy kiszámolod, hogy 2 meg 3 az 7 vagy 6. Ugye ott megfognak, sok mindent az érzésre kell hagyni, a szerencsére rengeteget. Én mindig ezt mondom. 7 derbit nyertem, sok volt szerencse. Így mondom, hogy szerencse. Hú, de nagy sztár vagyok. Nem vagyok nagy sztár. Ló is kell hozzá, mindennek össze kell jönni ahhoz, hogy a siker ottan jöjjön. Én azt mondom, hogy valaki nyer egy derbit, oké, de egyértelmű, hogy azért, ha nyer már 6-ot, 5-öt, 4-et, 3-at, nem tudom, ott már vagy kibaszott szerencsés, az is lehet. Jó, van, mennyit pofázok. Most már várom őket. Kíváncsi vagyok. Szerintem, nem tudom, Flowernak jó kéne menni ahhoz, hogy akkor nem puttatuk, akkor majd megy jövő héten. Igazából 6 ló van benne egyenlőre. Még nem fordultak be.
Leállítom addig. Hát most benn vannak, de megmondom őszintén, mit látni ebből, ó, fenét se. Nem sok mindent. Itt van belül a szürke, kívül a Champs-Élysées, igen, a sétál mellette, illetve fogja Pali oda, jó, ez az. Ez az, kis ilyen csattanóssal. Jó van, gyerekek. Jó, jó, mi a Champs-Élysées. Jó, jó volt. Most, ha valaki ilyen csattanást hall, az annyi, mintha egy szúnyogot lecsapnék a combomról. Ezek a vattás valamik. Tehát igazából hangjelzésként vannak, hogy fú, gyerünk, Filuka. De nem volt rossz. Ja.